A Kistarcsai Napok programsorozatot 1995-ben indította útjára a Kistarcsai Kulturális Egyesület. A szervezők mindig nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a magyar kulturális élet szereplői, sztárjai mellett a kistarcsai tehetségek is megmutatkozhassanak. Három részes tudósításunkban igyekszünk betekintést nyújtani a jubileumi Kistarcsai Napok történéseibe, a helyi csoportok műsorától, a sztárcsapatok és előadók fellépéséig, nem megfeledkezve a kísérő programokról sem. Az idei programok már május 21-én csütörtökön elkezdődtek a Városi Uszodában, ahol iskolák közötti vízilabda bajnokságot rendeztek, pénteken pedig a Simándi iskola házi úszóbajnokságára került sor. A legelső rendezvények Kistarcsai Napoknak már a tavalyi év óta a sulipóló vízilabda esemény, ami a környék iskoláit mozgósítja. Idén a Simándi iskola, a Kerepesi Széchenyi István általános iskola, a Csömöri Mátyás király általános iskola és az Icsaszegi Sziszi vett részt a sulipólón. 9-10 éves gyerekekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel. Nagyon nagy hangulatú verseny volt, amit a Sziszi nyert Icsaszegről. Gólkirály is innét került ki, 10 góllal Ragács Benedek, és második helyezett Puskázok a Csömöri iskola lett, harmadik helyezett a Kerepes, és negyedik helyre szorult idén a Simándi, akik tavaly viszont nyertek. Ez mindig abból adódik, hogy éppen melyik korcsoportba járnak esetleg többen vízilabdázni a klubunkba, vagy kik járnak gyakrabban úszásórára, és azok ugye egy kicsit jobban otthon vannak. Nagyon jó hangulatú verseny volt. A mai nap mi következett? A mai napon a Simándi iskolának az úszóbajnoksága van, ez már évek óta minden évben megrendezésre kerül, amióta a Simándi iskola egyedül iskola Kistarcsán, azelőtt a két iskolának volt a vetélkedélye, és ez átalakult egy Simándi kupává. És ez a pénteki nap eseménye, ami szintén a Kistarcsai Napokhoz kapcsolódik. Az úszóversenyen közel 200 tanuló vett részt. Az iskola minden év folyamának a tanulói részt vettek, tehát az elsőtől 8. év folyamig. Kiválogattuk a legjobb 5 úszót minden évfolyamból, és azok itt mérték össze a tudásukat ezen a versenyen, ami már hagyományosan több, mondhatnám évtizede sorra kerül, mint ilyenkor májusban a Kistarcsai Napok első eseménye kapcsán. Mennyire várják a gyerekek ezt az eseményt? Milyen volt a verseny hangulata? Hát akik eljöttek, azok szerintem nagyon várták. Sokan nem jöttek el, mert megfutamodtak, mert féltek a kudarctól. Így nem mindig a legkiemelkedőbbek szerepelnek itt, de mégis el lehet mondani, hogy a leglelkesebbek, és mindenképpen megérdemelnek minden dicséretet azok, akik kimernek itt állni, és nem riadnak meg az úszóktól, vagy triatlonosoktól, mert őket sem akarjuk kizárni ebből a versenyből. A Kistarcsa önkormányzata által biztosított érmeket Solymosi Sándor polgármester adta át a dobogós helyezést elért versenyzőknek. A Simándi általános iskola épülete adott otthont a szintén hagyományos kiállításnak és annak megnyitójának. A szervező Kistarcsai Kulturális Egyesület 1993-ban alakult, 2001-től pedig kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Az egyesület elsődleges célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a település kulturális programjainak színesebbé tételéhez. A város polgármestere megnyitó beszédében a kiállítók mellett az egyesület tagjainak mondott köszönetet. 20 éves a Kistarcsai Napok, és az itt jelenlévők azt gondolom nagyon jól tudják, hogy ezt kiknek és kinek köszönhetjük elsősorban, és hogy itt mindenki előtt szeretném külön megköszönni Kereszti Ferencnek, hogy 20 évvel ezelőtt elindította ezt a programot, amely ma szemmel láthatólag
közkedvelt programjává és talán a fő attrakciójává vált a városnak, amely ugyan átalakult a kezdetekhez képest, de nagyon sok mindent megőrzött a kezdetekből. Többek között ilyen pontosan ez a kiállítás is, amelyet nagy kíváncsisággal és nagy örömmel várunk, és köszönöm a Kistarcsai Kulturális Egyesület minden tagjának, hogy gyakorlatilag több mint 20 éve töretlenül segítik Kistarcsa kulturális életét, és olyan feladatokat vállalnak át az önkormányzattól, amelyeket valószínűleg mi nem tudnánk az önök segítsége és támogatása nélkül ilyen színvonalon megvalósítani. A megnyitó kezdetén Manninger Katica moldvai tavaszváró dalokat énekelt. Jaj, de szépen szól egy harang, virágom, virágom. Vajon kinek harangoznak, virágom, virágom. Talán gyönge galambomnak, virágom, virágom. Albert, csillagvirágok, mikor a tavasz osztja csókjait, s a zöld erdőkön napsugár ragyog, felébrednek a nedves pázsiton piciny, fehér kis földi csillagok. A harmadcseppes réteg bársonyára fehéren hull ezer csillagvirág. Felette lágyan elsusog a szellő, az erdő szélén intenek a fák. Volt egyszer egy csillag, fényes, ragyogó, ezüst sugártól tündökölt az ég. Reggel is sokáig oltogatta erős fényét a kékes messzeség. Egyszer meglátott messze valahol egy sápadfényű testvércsillagot, de elvesztette, s keserves bánatában a horizonton végig vágtatott. Aztán széthullott ezer kis vadvirágra, s a földre hullva többé nem ragyog. A tölgyfaerdők pázsit szűnyegén keresik azt a sápadt csillagot. Verseim picin csillagvirágok. Én egy olyan hulló csillag vagyok, ezer darabra tépve lelkemet, keresem azt a testvércsillagot. Petrovics Gabriella textilszobrászt és kiállítását Király Andrea mutatta be. A gyerekkori hímzés és subázás után felnőtt élet és a gyereknevelés elterelte a figyelmét az alkotó munkáról, de körülbelül 5 éve olyan későn érő művészlélekként elkezdett újra alkotni. Kipróbálta már a selyemfestést, dekorgumiszobrászatot, a dekupázs és transfer technikát, a levegőre száradó gyurmából való alkotás örömét, az enkausztik, azaz viaszfestést, az arcfestést és a csillámtetoválást is. Ezekben a művészeti, illetve kreatív műfajokban is nagyon érdekes, szép, egyedi, művészi alkotások kerültek ki a keze alól. Kreatív fejlődésében a technikák közötti topzódásban nagy segítségére volt Hajdú Andrea. 3 éve találkozott Gabi a Power Pollal, és ez egy nagy szerelem kezdetének bizonyult. Ebben a művészeti ágban az első lépéseket Szilárdi Edina isaszegi alkotóműhelyében tette meg.
Edinához azóta is visszajár, szinte minden hónapban, mert a remek mester mellett egy összekovácsolódott, együtt alkotni szerető csapat van, akik az isaszegi alkotó napokon lelkileg is feltöltődve, egymást inspirálva csodás, kreatív dolgokat hoznak létre. A termék, a PowerPoint nem más, mint egy levegőre száradó, teljesen természetbarát, speciális keményítő ragasztóanyag. A PowerPoint-tal akár textil, papír, selyem, bőr, gipszfigurák és egyéb természetes anyagok felhasználásával lehet megvalósítani az elképzelt, megálmodott alkotásokat. Felhasználhatók a megunt ruhák, feleslegessé vált kiegészítők, az otthonokban felhalmozódott kacatok, de még a kerti kavics és a lehullott, elszáradt termések, virágok is. A lehetőségek végtelenek. Létrehozhatók dísztárgyak, ékszerek, kisebb-nagyobb ajándéktárgyak, képek, kül- és beltéri szobrok, bármi, ami a fantáziánkban megfogan. A PowerPoint szárnyakat ad a képzeletnek, a kreativitás szabad utat talál az önfelett alkotás során. Ha végignézik Gabi alkotásait az egyes teremben, felfedezhetik, hogy milyen ügyesen társítja az elsajátított technikák egy-egy alkotás létrehozása során. Olyan dolgok is beépíthetők egy-egy alkotásba, amire gondolni sem mertek. Régi feleslegessé vált, kidobásra ítélt dolgok kaphatnak új értelmet, illetve régi emlékek válhatnak az alkotás részévé. Javaslom, hogy ráérősen, egy-egy alkotásnál elidőzve nézzék végig a kiállítást, és ha kérdés merül fel önökben, nyugodtan kérdezzék meg Petrovics Gabriellától. Szívesen fog válaszolni önöknek a technikáról és az alkotás öröméről. Szép Ernő Pitypank című versét Barancs Ilona mondta el. Nótában nem írnak, gombjukban nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet. Mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága, csak az árokpartról nézel a világba. Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga. Te pitypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek. Tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba. Te pitypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget. Köszönöm, hogy itt vagy, lehajolok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának. Csak ne vess rá bátran, mezitlábos árva. Te pitypang virágja. A Kistarcsai Napok két napja alatt látogatható tárlatnak idén 13 kiállítója volt. Hát a kezdetek kezdetétől, ahogy a Kistarcsai Napokat elkezdtük szervezni, mindig szerveztünk kiállításokat is. Elsősorban a helyi amatőröket, vagy akár művészeket is, alkotókat hívtuk meg a kiállításokra, de a környezetből is, Kistarcsa környékéről, Budapestről is, szörténként az ország távolabbi részeiből is hívunk meg. De a lényege az, hogy azt kikötjük, hogy ez nem képzőművészeti kiállítás, hanem érdekes tárgyak kiállítása. Mi úgy vagyunk vele, hogy egy képzőművészeti kiállítást azt sok helyen meg lehet nézni, tehát Budapesten is, meg más városokban is vannak képzőművészeti kiállítások. Itt viszont olyan tárgyak kerülnek bemutatásra, ami rendkívüli, tehát gyűjtőket próbálunk felkeresni, vagy olyan embereket, akik a szakmájuk kapcsán valamilyen érdekes dolgokkal foglalkoznak. Azt mondtam, hogy nem igazán képzőművészeti kiállítás, de azért időnként képzőművészeti alkotások is vannak, de nem egyszerű képek. Most például van egy kiállítás, ami a Roma életképek címet viseli, tehát a romák életéből mutat be jeleneteket. És hát azon kívül mindenféle érdekes tárgy látható. Most itt, ahol vagyunk éppen, ez a Kistarcsai Kulturális Egyesület által szervezett nemzetközi projekt végeredménye gyakorlatilag, illetve majdnem végeredménye, és ebben a projektben rajtunk kívül olaszok, litvánok és
szlovákiai magyarok voltak. Hímzésről és csipkekészítésről szólt ez a két éves projekt, lassan a végéhez érünk, és most itt bemutatjuk egyrészt a mi tanfolyamunkon készült alkotásokat, tehát a kistarcsai tanulókét, meg az oktatóknak is egy-két darabját bemutatjuk, és itt vannak a litván, az olasz és a szlovák partnerszervezeteknek a bemutatandó termékei is. De ezen kívül sok érdekes látnivaló van, például érdekes a járműmodellek, amit egy kistarcsai fiú gyűlt, kiderült, hogy az apukájával együtt, de a fiú hívta fel a figyelmünket, hogy neki vannak ilyen modelljei, és eredendően valami olyasmire gondoltam, ilyen matchbox jellegű dolgok, és vitrínbe akartuk kiállítani, de aztán amikor megnéztem, akkor kiderült, hogy jóval nagyobb modellek, és így, hogy asztalokon állítottuk ki végül. De vannak itt írószerek, kiderült, hogy Kistarcsán van egy fiatal ember, aki írószereket gyűjt, rengeteg tollat, meg nem csak tollat, hanem mindenfélét, ami az íráshoz kapcsolódik. Írógépek is vannak, meg egyebek kiállítva. De hagyomány már, hogy a szlovák kisebbségi önkormányzat is mindig tart egy kiállítást. Most helyi szlovák nemzetiségű hagyományos blúzokat állítottak ki, és a szlovákiai testvértelepülésünkről, Berusából is mindig jön egy csapat, ők most pántlikákat hoztak bemutatni. De hát van aztán tojásfaragás, Kis Péter, nyugdíjas tanár úr, minden évben itt van, ő a strusz tojásokat faragja itt a helyben, és mindig élvezettel nézik az emberek, meg ő élvezettel mesél róluk. Én, ha lehetőségem van, akkor elmegyek ilyen tojás kiállításra, tojásfaragó kiállításra. Sok helyen jártam is, legutóbb Komáromban, a szlovákiai részen, de általában valamilyen gépi szerkezettel csinálják, ilyen, mint a fogorvosok fogorvosi fúróval csinálják, de Kis Péter tanár úr, ő saját maga készít hozzá szerszámokat, és ő kézzel faragja, és gyönyörűségesek ezek a tojások. De hát azon kívül van még néhány dolog, itt például a szomszédteremben textil szobrászat van, és hát érdemes végignézni a kiállításokat. 13 van az idén. A pünkösdi rózsák kihajlott az útra, a néka más kihajlott szakáramnak rúgja. S nem tudom édesem, jóra vagy rosszra, s jóra e vagy rosszra, vagy hótig bánatra. S kimenik az úton, látom édesemet, piros víret, s az én piros víret, a rúgba fújjon, s egy malmót meghajtson. Pedig az a malom három kő közül van, s a az erdő, s a búza vetéstől, sötét.